Üdvözlök mindenkit, amit az előző videómban ígértem. <coughs> Beszéljünk egy kicsit a séma kémiáról. Miért mindig narcisztikus vagy más toxikus partnereket vonzok be? Ez a mai videó témája: a séma kémia megértése. Az emberi kapcsolatok, különösen a romantikus szerelmi természetűek, azok hát mint tudjuk, sokrétű dinamikákat hordoznak magukban. Ezeket a dinamikákat, ezeket nem csupán a külső körülmények és a személyes választások befolyásolják, hanem mélyen gyökerező pszichológiai minták is, amelyeket gyakran a séma kémia fogalmával írunk le. Ez a kifejezés, ez bár kevésbé ismert a szélesebb közönség számára, kulcsfontosságú a kapcsolatok mélyebb megértésében és az azokban rejlő Potenciális kihívások felismerésében. A séma kémia az alapvetően azt a jelenséget írja le, amikor a két személy közötti vonzalom az nem csupán a fizikai vagy az érzelmi összhangon alapszik, hanem tudattalan, Pszichológiai mintákon is. Ezek a minták, vagy ezek a sémák, ezek nagyon gyakran a gyermekkori tapasztalatokra, vagy éppen a korábbi kapcsolatokra, vagy éppen a családi háttérre vezethetőek vissza. Ezek a sémák alakítják és befolyásolják, hogy milyen típusú partnerek felé vonzódunk, és hogyan reagálunk bizonyos párkapcsolati dinamikákra. A romantikus, vagy éppen a szerelmi kapcsolatokban a sémi, séma kémia szerepe, az döntő lehet. Gyakran azok a személyes tulajdonságok, és azok a viselkedés formák, amelyek a leginkább vonzanak minket egy másik személyben, azok milyen gyökerező pszichológiai, szükségleteinket tükrözik. Például egy olyan személy, aki, aki gyermekkorában. Uh, rendszeresen megtapasztalta az elutasítást, vagy éppen a figyelmen kívül hagyást, akkor ez a személy hajlamos lehet olyan partnerek felé vonzódni, akik intenzív figyelmet és megerősítést nyújtanak, még akkor is, ha ez a kapcsolat ez teljesen instabil, vagy toxikus, mérgező. És most sokkal kérdezheted meg, hogy ácsi, ácsi, hogy... Ö Miért nem olyat választott a, a, minta alapján, aki nem foglalkozik vele? Hát a séma kémia az valóban bonyolult és néha ellentmondásos lehet, de megpróbálom tisztázni akkor ez példákkal. Amikor egy gyermek az nem kap elegendő figyelmet, akkor két különböző irányba fejlődhetnek a sémái. Séma egy Vonzódás a figyelmet adó Ebben az esetben a gyermekkori hiányérzet miatt az, az a személy az felnőttként olyan partnereket keres, akik intenzíven, tehát akik intenzív figyelmet, megerősítést nyújtanak neki. Tehát itt a vágy az, hogy megtapasztalják felnőttként azt a figyelmet és az a szeretetet, amit gyermekkorunkban nem kaptak meg. Oké, okay? jön a séma kettő. Vonzódás a figyelmet nem adó partnerekhez. Ebben az esetben az adott személy az tudattalanul is olyan személyeket vonz be az életébe, akiktől nem kap elegendő figyelmet, mivel ez az ismerős és ez a úgymond normális minta számára. Ebben az esetben a gyermekkori minta ismétlődése az, ami dominál. Itt az adott személy az nehézségekbe ütközhet a pozitív és a támogató kapcsolatok felismerésében, vagy éppen a fenntartásában. Mindkét esetben a gyermekkori tapasztalatok befolyásolják a felnőttkori kapcsolatokat, de a sémák és a válaszok azok személyenként eltérőek lehetnek. Ez, ez nem csupán a negatív tapasztalatokra korláz, korlátozódik le, pozitív gyermekkori élmények, az egészséges családi kapcsolatok, ezek szintén formálják a, a felnőttek kapcsolati mintáit, tehát elősegítve ugye a biztonságos kötődés és az egészséges kapcsolati dinamikákat. Így ez a séma kémia, ez nem csupán a problémás kapcsolatok megértésében játszik szerepet, hanem abban is, hogy felismerjük, miként alakíthatunk ki pozitív és támogató kapcsolatokat. A séma kémia megértése, tehát kulcsfontosságú romantikus szerelmi kapcsolatok minőségének javításában, amikor tudatosítjuk magunkban ezeket a tudattalan mintákat, akkor képessé válunk arra, hogy jobban megértsük a saját viselkedésünket és reakcióinkat a saját kapcsolatainkban. És ez nem csak segít elkerülni a toxikus minták ismétlődését, hanem lehetővé teszi azt is, hogy tudatosabban válaszunk a jövőben partnert magunknak, aki valóban hozzánk illik, és a hosszú távú igényeinkhez és céljainkhoz maximálisan megfelel. Pszichológiai sémák azok alapvetően mentális keretrendszerek, amelyek segítenek az embereknek értelmezni és ö, reagálni a környezetükre. Ezek a sémák az élet korai szakaszában kezdenek kialakulni, és befolyásolják azt, hogy hogyan látjuk a világot, hogyan viszonyulunk másokhoz, ö, milyen viselkedési mintákat alakítunk ki. Ezek a minták, mint már mondtam gyakran a gyermekkori interakciókból, a szülői mintákból, és más korai társas kapcsolatokból erednek. Például, ha adott egy gyermek, és ez a gyermekhez tehát rendszeresen megtapasztalta a szülői támogatást, a szülői biztonságot, akkor valószínűleg ez a gyermek, ez majd olyan sémákat fejlesz ki, ahol ő felnőtt korában is a világot azt egy biztonságos és megbízható helyként értelmezi. Ezzel ellentétben, ha gyermekkorban ő azt tapasztalta meg, hogy vállandó volt a degradálás, az elutasítás, figyelmen kívül hagyták az igényeit, az érzéseit, vagy megtapasztalta az inkonzisztens gondoskodást, akkor a kialakuló sémák az jött létre nála, hogy tehát, ez alapján ítéli meg felnőtt korában az embereket, hogy az embereket és a kapcsolatokat az fenyegetőként vagy megbízhatatlannak érzékeli, és a világot az nem biztonságos helyként látja majd felnőttként, hanem egy biztonságtalan helyként, egy sötét, ellenséges területként. És akkor nézzük meg, hogy a, a sémakémia és a toxikus, vagy nevezzük narcisztikus, euh, narcisztikus emberek bevonzása közötti kapcsolat, az hogyan lehet magyarázhat, hogyan lehet megmagyarázni, tehát először is a gyermekkori mintáknak a megismétlése, tehát a gyermekkori mintáknak az ismétlése, megismétlése a felnőtt kapcsolatokban ez egy nagyon, de nagyon gyakori jelenség, ha valaki érzelmileg távolság tartó, manipulatív, vagy akár narcisztikus szülőkkel nőtt fel, akkor ezek a viszonyok formálják a kapcsolatokhoz való hozzáállását, majd felnőtt korban. A gyermekkorban szerzett tapasztalatok azok befolyásolják az önértékelést, a kötődési stílusunkat és az intim kapcsolatokhoz való viszonyulást. Az ilyen személyek pedig ha gyakran vonzódnak a hasonló viselkedésű partnerekhez azért, mert ez az ismerős, ez a kiszámítható, még akkor is, ha ez negatív. A gyermekkorban tanult viselkedésminták felnőttként való megismétlése öntudatlanul történik, és gyakran csak ilyenkor külső segítséggel, professzionális segítséggel vagy önismereti munkával változtatható meg. Amit gyermekkorunkban megtapasztaltunk, felnőttként tudattalanul is azt preferáljuk, hiszen ez az otthonos nekünk, és ha toxikus volt, amit megtapasztaltunk gyermekként, akkor felnőttként is toxikus kapcsolataink lesznek aminek közük nem lesz az egészséges kapcsolatokhoz. Kettes a negatív önértékelés és a kötődési stílus. Az alacsony önértékeléssel rendelkező emberek azok hajlamosak arra, hogy toxikus kapcsolatba kerüljenek. Azért, mert az ilyen személyek azok egyszerűen úgy érezhetik, hogy nem érdemelnek meg jobbat, vagy hogy a Toxikus, narcisztikus partner viselkedése, az valamilyen módon úgy gondolják, hogy az ő hibájuk. A bizonytalan, szorongó, kötődési stílusú emberek azok félnek az elutasítástól, az elhagyástól, ami miatt ragaszkodnak a toxikus, mérgező kapcsolathoz. A narcisztikus, vagy pedig más bármilyen manipulatív, uh, toxikus ember, azok pedig ezt kihasználják, ezt az érzelmi sebezhetőséget, és megerősítik az alacsony értékelésű uh, személynek a negatív énképét, tehát erősíti bent tehát, hogy igen, a probléma az veled van, ú, hát nagyon gáz, amiket te csinálsz, senkinek sem kell lesz, de én azért megtűrlek, tehát ennek is örülnöd kellene, meg kéne ezt is becsülnöd, hogy valaki megtűr maga mellett, mert amúgy a kutyának sem kellenél. A harmadik pedig ez a tipikus megmentő szerep. Tehát a megmentő szerepben lévő személyek, azok ők is nagyon hajlamosak vonzódni a nárcisztikus, vagy bármilyen más toxikus problémás emberekhez. Ez a hajlam, ez nem csupán az empátia és az együttérzés természetes megnyilvánulása, hanem gyakran összefügg az önértékelési problémákkal, és azzal a vágyal, hogy fontosnak érezzék magukat a kapcsolatban. Ezek a megmentő szerepben lévő emberek, ezek pedig ö, gyakran azt érzik, hogy ők azok, akik képesek megváltoztatni, vagy ö, meggyógyítani a toxikus partnerüket, ami egyfajta önértékelési és önmegerősítő mechanizmusként működhet náluk. Ez a viselkedés minta, hát azonban gyakran káros következményekkel jár, természetesen a megmentő számára. A megmentő ebben a felállásban ugye elhanyagolja a saját ö, érzelmeit, a saját szükségleteit, miközben minden figyelmét és energiáját, hát azt a partnerére összpontosítja, ezzel csak a toxikus fél jár jól, szószó -szó távon ez egyértelműen kimerítő, frusztráló lehet, különösen akkor, ha a partner a toxikus partner az nem mutat jelentős változást, vagy, vagy hálát ezért a megmentő erőfeszítésért, és ha személyiségzavaros az illető, hát akkor garantálom, hogy ott minden lesz, csak hála nem. Továbbá ebben a kapcsolatban, ebben a toxikus kapcsolatban a megmentő az gyakran vállalja a felelősséget a partnere viselkedésért, a problémáért, tehát magyarul elviszi a balhét mindenért, ez pedig tovább erősíti a narcisztikusnak a, a a kontrollját, a helyzetét ebben a kapcsolatban, a manipulatív viselkedését, mivel a narcisztikus vagy a bár, bármilyen más toxikus partner azt érzi, hogy a viselkedésének, hát annak nincs bár, semmiféle következménye, tulajdonképpen azt csinál, amit akar, bármit szabadon csinálhat. Ebben a megmentő szerepben lévő személynek pedig nehézségei vannak, azt felismerni, hogy ez a kapcsolat, amiben van, ez teljesen mérgező egyoldalú, tehát a megmentő szerepben lévő személy, az teljesen figyelmen kívül hagyja úgymond ezeket a red a piros zászlókat, és valamilyen módon mindig azonban, hogy igazolja a partnere viselkedését. Aztán ez az egyoldalú felállás természetesen hosszú távon negatívan befolyásolja az önértékelését, önbecsülését és az érzelmi jólétét. Engetegszer elmondtam már, de elmondom akkor most is mindig, hogy mindenki csak saját magát tudja megmenteni. Ha akarja. Tehát én mindenkit óva intenék ettől a megmentő szereptől, mert egy egy személyiségzavaros embernek nek a, hogy mondjam, tehát a, a, szeretet adása az egyenértékű a halottnak a csókkal. Tehát nem fogsz tudni a szeretet erejével egy személyiségzavarosnál semmit elérni. Ez a megmentő szerepnek a felismerése és a megváltoztatása, az önismeret, a személyes határok felállítása, és nagyon gyakran mint is egy professzionális segítség, tehát egy szakember segítségének az igénybevétel lévén lehetséges. A kapcsolatokban való egészséges dinamika kialakítása érdekében nagyon fontos, hogy az adott személy megtanulja felismerni a saját szükségleteit, az érzéseit, és hogy képes legyen megfelelően kommunikálni ezeket, és határokat szabni, de emelék, hogy határokat szabunk, azokat a határokat, azokat kőkeményen tartani is kell. Tehát összefoglalva, a sémakémia pszichológiai és érzelmi mintákat jelöl, amelyek alapján az emberek vonzódnak egymáshoz, különösen a romantikus a szerelmi kapcsolataikban. Ezek a minták pedig a gyermekkori tapasztalatokból és a korábbi kapcsolatokból erednek, és befolyásolják az ember vonzódását és viselkedését a kapcsolataiban. A séma kémia tehát segített azt megérteni, hogy miért is vonzódunk bizonyos emberekhez, miért mindig ugyanazokat az embereket vonzunk be az életünkbe, ugyanazokat a típusú embereket vonzunk be az életünkbe, és miért ismétlődnek uh, ezek a bizonyos kapcsolati minták az életünkben állandóan. És úgy unblock ez az egész, hát ez az egész koncepció, ez rávilágít arra, hogy a tudattalan pszichológiai minták azok igenis jelentős szerepet játszanak partner választásban és a kapcsolati dinamikában. Ez lett volna a séma kémia megértése, remélem hasznosnak találtad. Ha itt találtad, akkor nyomj egy lájkot, ot csatornámra pedig sok videóban feltöltve. Lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Nézd szépen, köszönöm a figyelmet!